A Palóc Mentő Alapítvány kapja idén is az évindító mérnökbál bevételét. A kamara immár 29. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját. Buzvári József, a Nógrád megyei mérnök kamara elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy büszke erre a rendezvényre, melyet az érdeklődés éltet az egyre fogyatkozó megyei bálok között. A kedvezményezett szervezet elnöke Méhes András beszámolt arról, hogy a legutóbbi támogatásokból befolyt összegeket mentés technikai eszközökre, bajba jutott mentősök támogatására és továbbképzésekre fordították. A legfőbb célunk a sürgősségi ellátás, ezen belül is a Nógrád megyei mentős szervezet támogatása. A leginkább, legnagyobb összegű támogatás a tavalyi évben mentéstechnikai eszközök vásárlására, átadására történt, közel 500 000 forintot költötte erre Palóc Mentő Alapítvány. Méhes András külön megköszönte a legnagyobb adományozó, a Delta Tech tavalyi pénzfelajánlását, és külön kitért egy másik támogató szervezet tevékenységére is. Van egy egyesület, aki gyűjtést végez a mi részünkre. Ez a Mosolyért Egyesület. Ha ők keresik meg önöket, és elmondják, hogy a Palóc Mentő Alapítványal van együttműködési megállapodásuk, akkor ezt vegyék komolyan, tehát ők is egy olyan szervezet, ami a mi munkánkat segíti. Tisztelt kamarai tagok, mérnökök! A hagyományokat követve a mérnökbálon ismeri el a kamara azokat a tagtársait, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak szakmájuk területén. Elsőként az elnökség díjazottjának nevét hirdették ki, aki a kamaráért végzett tevékenységért kapta az elismerést. A Nógrád megyei mérnöki kamara elnöksége döntése értelmében a mérnök kamaráért elismerést veheti át Spigel Józsefné Katika. Spigel Józsefné akadályoztatása miatt nem tudta személyesen átvenni az elismerést, de bemutatása és méltatása nem maradt el. A losonci születésű építészmérnök az 1970-es évek elejétől tevékenykedik Salgótarjánban. Nyugdíjas éveitől a kamara titkári tevékenységét látja el mindenki nagy megelégedésére. Odaadó munkájával, kedvességével, önzetlen segítségével hamar belopta magát a kamarai tagok szívébe. Megtisztelő minden kamarai tag számára, hogy Katikának szólíthatja őt. Az év mérnöke díjat idén Márkus Pál vízellátási csatornázási mérnök kapta. A saját tulajdonú tervezőirodát működtető mérnök jelentős részt vállalt a megye közüzemi vízellátó rendszereinek kiépítésében, műszaki ellenőrzések, közbeszerzési eljárások és beruházások lebonyolításában. Én világéletemben a szakma felé orientálódtam, tehát ez egy ilyen elkötelezettség számomra, és van egy óriási probléma nekem ezzel a szakmával, hogy szeretem. Tehát jól érzem magam ebbe a közegbe, és hát ugye a hétköznapokon rengeteget találkozok a kollégákkal, a szakmabeliekkel, akiktől ezt a díjat kaptam. Úgyhogy ez a legjobb, amikor túl tudjuk tenni magunkat, azt gondolom, szervezetileg egy olyan helyzeten, hogy valamelyik másik kollégát gondoljuk úgy, hogy most ő érdemli a díjat. És hát még egyszer mondom, szakemberként úgy gondolom a legnagyobb díja az, amikor az ember a szakmától kapja a díjat, ez nagyon jó esőérzés.